Így néz ki a gazdák új őstermelői igazolványa. Egy jogszabályi változás miatt a papíralapú okmányokat ezek a plastikkártyák váltják fel január 1-től. Több előnye is van az újításnak, véd a hamisítás ellen, a csip egyben adathordozó is és 5 évig érvényes. Az igénylés után egy 60 napig érvényes igazolást kapnak az őstermelők, annyi idő alatt pedig postázzák számukra az új kártyát. Azoknak, akik 2017-re és 2018-ra is akár a betétlapot 2015-ben megérvényesítették, azok most hatályát fogják veszíteni, úgyhogy arra kérünk minden őstermelőt itt a megyében. Bár itt a megyében egy kicsit ezt hozzátenném, nem nagy számban jelentkeznek ezek az őstermelők, ugyanis mi, amikor jöttek érvényesíteni, akkor nem ajánlottuk, hogy 2017-re és 2018-ra is érvényesítsék meg, ugyanis nem baj az, hogyha az őstermelők találkoznak legalább évenként ebből az alkalomból a falugazdászokkal. Rácz Imre szerint ez azért is lenne fontos, mert az őstermelőknek előre meg kell határozni, hogy milyen növényeket fognak termelni, és nem biztos, hogy 2-3 évre előre már kiszámítható a termés mennyiség. Ha a betervezett számításokban pedig változás van, azt úgy is jelenteni kell. Ezért javasolt inkább az évenkénti betétlap kitöltés. Az őstermelői kártya az árusítás feltétele is. Az az előnye, hogy a piacon az ellenőrzések, vagy bárhol az ellenőrzések, a NEBIC, ha ellenőrzést végez, akkor ez a kártya tartalmazza mindazokat az adatokat, amiket itt berögzítenek a falugazdászok, és ha banánt nem iratott itt be, akkor a piacon akkor banánt nem árulhat. Azok, akik nem újítják meg az igazolványukat, nem árulhatnak január 1-től a piacokon sem. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megközelítőleg 2000 őstermelő van a megyei agrárkamara adatai alapján. Közülük a legtöbben szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak.